Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, én Nemes Anna vagyok. Világjárványra kell felkészülni a kínai Wuhanból indult új típusú koronavírus miatt. Erre figyelmeztet egy hongkongi kutatócsoport, amely úgy becsüli, hogy a lappangó megbetegedések száma Kínában már meghaladhatja a 40 ezret. A hivatalos adatok szerint az országban már több mint 4500-an fertőzöttek meg, közülük több mint 100-an meghaltak. A vírus külföldön is terjed, és már Németországban is megjelent. Megerősítette a bajorországi webasztó, hogy egyik alkalmazottja elkapta az új koronavírust. Egy kínai kolléga fertőzte meg, most elkülönítve megfigyelés alatt tartják. Az autóipari beszállítónak 11 helyen vannak érdekeltségei Kínában. Két hétig egy munkatársunk sem utazhat innen Kínába vagy onnan ide. Rendszeresen tájékoztatjuk őket, és itt, Stockdorfban, aki akar, ezen a héten otthonról is dolgozhat, mondta a cég alelnöke. Egyik létesítményük Wuhanban működik, ahonnan a járvány indult. A város közösségi kórházai igyekeznek megvizsgálni a lázas betegeket, hogy kiszűrjék azokat, akik valóban az új vírust kapták el. Ma 55 betegen volt, majdnem 20-nak volt láza, de közülük csak 2 esetben merült fel az új típusú vírusos tüdőgyulladás gyanúja. Őket elvitték a szükséges kezelésre, mondta egy orvos. A városban több mint 10 000 kórházi ágy áll majd rendelkezésre, Hubei tartományba pedig több mint 4 000 orvos és ápoló jött. A vírus közben gyorsan terjed. Pekingből most jelentették az első halálos áldozatát. A helyi metró és vasútállomásokon lázméréssel szűrik a gyanús eseteket. A fő probléma, hogy nincs elég arcmaszk és fertőtlenítő. Remélem, a kormány nagyobb készletet tud majd biztosítani, főleg a súlyosabban fertőzött helyeken, mondta egy pekingi férfi. Közben a tokiói kormány közölte, külön gépet küldenek Wuhanba azokért a japánokért, akik haza akarnak térni. A vírus újabb és újabb helyeken jelenik meg, most éppen Kambodzsa erősítette meg az első esetet. Donald Trump amerikai segítséget ígért Kínának a vírus megfékezéséhez. A vészkorszak áldozataira emlékeztek Auschwitzban hétfőn a holokauszt nemzetközi emléknapján. Az ENSZ 2005-ben január 27-ét jelölte ki erre, miután 1945-ben a Vörös Hadsereg ezen a napon szabadította fel az auschwitzi haláltábort. A vészkorszakban mintegy 6 millió zsidó ember gyilkoltak meg a nácik és helyi segítőik. Több mint 1 millióan közülük Auschwitzban vesztették életüket. Megemlékezők gyújtottak mécseseket Auschwitzban a holokauszt áldozatainak emlékére. Volt köztük mintegy 200 túlélő, illetve 61 ország és nemzetközi szervezet képviselője. A legjobban talán az fájt, hogy megfosztottak a hajkoronámtól és szomorú szánalmas lényé változtattak. Az ablakban néztem a tükörképen, megérintettem a kopasz fejem és egy idegen nézett vissza rám, mondta egy túlélő. A rendezvényen tucatnál is több ország vezetője volt jelen. A lengyel államfő előtte arról beszélt izraeli kollégájának, hogy azért nem vett részt a jeruzsálemi megemlékezésen, mert nem kapott szót. Andrzej Duda az ukrán elnökkel is találkozott. A holokauszt áldozataira emlékezünk és esküszünk, ez többé nem történik meg. Felelős demokratikus államokként nemet mondunk a totalitárius elvekre, az agresszióra, az elnyomásra, gyűlöletre és intoleranciára, mondta az ukrán elnök. Ott volt Auschwitzban a német államfő is, aki az izraeli elnökkel tért vissza Berlinbe, ahol szintén tartottak megemlékezést. Beszédet mondott Angela Merkel német kancellár és a lengyel miniszterelnök is. Párizsban Macron francia elnök egy felújított emlékhelyet avatott fel. Ez az egyetlen hely, ahol megemlékezhetek az Auschwitzban megölt szeretteimről. Nincs sírjuk, ahová virágot vihetnék. Néha úgy érzem, azt szeretném, ha engem is ott temetnének majd el, hogy velük lehessek, mondta ez a nő. Megemlékezést tartottak Londonban is, ahol Vilmos herceg és Katalin hercegné holokauszt túlélőkkel találkozott. A vészkorszakban a nácik mintegy 6 millió zsidót öltek meg, közülük több mint 1 milliót az Auschwitz-Birkenaui táborban. Zöld utat adott Mahmoud Abbas Cisjordániában a szerdára meghirdetett haragnapjának, ezt állítja az izraeli sajtó. Forrásaik szerint nagy tüntetésekre lehet számítani, amelyeket a palesztinok még a közel-keleti konfliktus rendezését célzó amerikai béketerv bemutatása előtt meghirdettek. A palesztin elnök felszólította a hatóságokat, ne akadályozzák, hogy a tüntetők izraeli katonákra támadjanak. Ugyanakkor állítólag azt sem akarja, hogy elszabaduljon a káosz, mert az akár az általa vezetett palesztin hatóság bukásához is vezethet.
Lezuhant egy amerikai katonai repülőgép Afganisztánban, erősítették meg Washingtonban, de nem valószínű, hogy a tálibok lőtték le, ahogyan azt az iszlamista szélsőségesek állítják. Az amerikai légierő egy kisebb gépéről van szó, arról még nincs információ, hogy hányan voltak a fedélzeten. A tálibok által ellenőrzött hegyvidékes Ghazni tartományba készülnek felderítő akcióra a katonák, hogy megközelítsék az amerikai légierőgépének roncsait. Indulunk a helyszínre, ahol a műszaki problémák miatt lezuhant repülő maradványai találhatók. Az afgán rendőrség, a hadsereg és a parancsnokok feladata, hogy a területre menjenek és felmérjék a helyzetet, mondta az afgán hadsereg parancsnoka. Műszaki hibáról írt a BBC is. A brit TV csatorna szerint a gép kigyulladhatott, mielőtt lezuhant. A hírügynökségek először arról számoltak be, hogy egy Boeing típusú utasszállító repülőgép zuhant le 110 emberrel a fedélzeten, de ezt a vállalat igazgatója azonnal cáfolta. A roncsról a közösségi médiában terjedtek a felvételek. A tálibok szóvívője azt nyilatkozta, ők lőtték le a katonai gépet, a fedélzeten több magasrangú CIA ügynökkel. Az Egyesült Államok légi ereje megerősítette, hogy egy amerikai felderítőgépről van szó. Arra utaló jelek azonban nincsenek, hogy azt lelőtték volna. Sajtóértesülések szerint a fedélzeten kevesebb, mint 10 utaztak. Az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció 2001-ben indított háborút az afganisztáni tálibok ellen. A béketárgyalások az iszlamista szélsőségesekkel alig 2 hónapja indultak újra. Elismerte az apaságot második Albert volt belga király, miután DNS-teszt is kimutatta, hogy ő a házasságon kívül született Delphine Ball biológiai apja. Az 51 éves nő hosszú ideje küzdött azért, hogy kiderüljön az igazság. Az egykori uralkodót korábban mentelmi jog illette, meg így el tudta kerülni a vizsgálatot. 2013-ban viszont egészségügyi okok miatt lemondott a trónról, így lánya benyújthatta az apasággal kapcsolatos keresetet. Volt ugyanolyan örökösödési jogok illetik meg, mint második Albert többi gyermekét. Párizsban a márciusi helyhatósági választásokra készülnek, amely újabb próbatétele lehet Emmanuel Macron politikájának. A francia fővárosban már több mint 1 éve tartanak a kormány gazdaságpolitikáját ellenző sárga mellényes tüntetések. Ráadásul sokan ellenzik Macron nyugdíjreformját is. A francia elnök ezért heves küzdelemre számíthat. Változásban reménykednek a párizsi lakosok a márciusi önkormányzati választások előtt. A közvéleménykutatások szerint a főpolgármesteri szék legnagyobb esélyesei a macroni politika ellenzői, köztük a jelenlegi szocialista főpolgármester Anne Hidalgo, aki 2014 óta vezeti a várost. Ez fejtörést okozhat a francia elnöknek, aki pártjával arra készül, hogy átvegye az irányítást a szocialistáktól, akik csaknem 2 évtizede vezetik a várost. A párizsi embereknek el kell dönteniük, milyen városban akarnak élni az elkövetkező 5-6 évben. A programom központi eleme a környezetvédelem. Azért dolgozom, hogy a városunk minél több ember számára élhető és elérhető legyen, fogalmazott a jelenlegi városvezető. A márciusi polgármesterválasztások egyik lehetséges befutója Cédric Villani is, aki nézeteivel a párizsiak szerint megújulást hozhat a politikai életbe. Nem a pártok közötti fondorlatoskodás révén lehet választást nyerni Párizsban. Az emberek többet akarnak, olyan tervet, amelyre támaszkodni lehet. Én minden erőmmel erre fogok koncentrálni, fogalmaz Villani, aki szerint a pártok közötti összefogásra van szükség. A matematikusból lett politikus Macron egykori bizalmasa, így indulásával megoszthatja a francia elnök pártjának szavazóit. A párizsi választópolgárok közvetlenül nem szavazhatnak a főpolgármesterre, hanem kerületi listára szavaznak. A főpolgármester személyéről pedig az önkormányzati testület dönt majd. Legalább 46 ember meghalt, és több mint 25 ezeren voltak kénytelenek elhagyni lakhelyüket a Brazília délkeleti részén napok óta pusztító viharok miatt. 24 óra leforgása alatt olyan nagy mennyiségű csapadék zúdult le, amely megdöntött minden eddigi rekordot. Az ítéletidő földcsuszamlásokat és hatalmas árvizeket okozott, a víz házakat és utakat öntött el. Az utcákon csak csónakkal lehet közlekedni, a mentés még mindig tart. Ez volt a világhíradó, én megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!